Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 116 futballcsapat fejezte be a megyei bajnokságokat. Az U18-as válogatott edzőtáborában készül a Kosarasítkú Márton. A következő szezont már az NB3-ban kezdő a Sényi futballcsapat. Egyénileg és a csapattal is előrébb lépne a Kékcápák irányítója. A Krúri együttesen nyerte a B33-as Diákolimpia országos döntőjét. Befejeződött a megyei foci szezon, pihennek a csapatok. Kvaka Árpáddal, az MLS megyei igazgatójával az elmúlt hónapokról beszélgettünk. 123 egyesülettel indult el a felnőtt bajnokságunk, ugye három osztályban, több csoportban, és végül 116 fejezte be, ami örömteli, hogy a megyei első osztály 16 fővel, illetve háromszor 16 fős megyei másodosztályunkban minden egyesületbe is fejezte, aki elkezdte, tehát itt a két legmagasabb osztályban nem volt visszalépő, illetve kizárt egyesület, viszont ami szomorú, hogy a megyei harmadosztályban ismét volt több olyan egyesület, kereken 7, aki nem tudta befejezni a 2017-18-as szezont, 4 visszalépett, hiszen szezon közben kiderült, hogy nem tudják vállalni, nem tudják tovább folytatni a bajnokságot, 3-at pedig a versenybizottságunknak kellett kizárni, hiszen annyi létszám hiányos, vagy teljesen kinemállása volt, ami a versenyszabályzat értelme a kizárás sorsára jutottak. Mi a tapasztalat más megyékben is élő probléma ez? Igen, a tapasztalat az, amit látunk is igazából, ha belegondolunk, hogy a kis településeken, ahol kevés a lélekszám, egyrészt előregedő félben vannak a települések, másrészt pedig egyre jobban csökken a településnek a lélekszáma, és bizony előfordul sok megyében, nem csak nálunk, ahol ilyen kisebb települések alkotják a megyei másod-harmadosztályt, főleg a legalacsonyabb osztályban, hogy szezon közben, akár télen vagy a tavasz folyamán bizony egy pár csapat visszalép, mert nem tudja tovább folytatni, nincs annyi játékosuk, és nem tudják tovább vállalni a versenyeztetést. Mi a helyzet ennek függvényében utánpótlás fronton? Utánpótlás fronton az U19-es bajnokságunkban, ami a megyei első osztály, illetve a megyei másodosztályú csapatoknak kötelező, és nálunk évtizedes hagyomány, hogy a felnőtt csapat előtt játszanak egy úgynevezett előmérkőzést az ifjúságiak. Szóval az U19-es bajnokságban is látjuk sajnos ennek a problémáját. Főleg a megyei másodosztály olyan települések, ahol 1500-2000 fős településekről beszélünk, hogy nagyon sok a létszámhiányos kiállás U19-ben. Sajnos voltak olyan csapatok, három olyan csapat is, akinek a felnőtt csapatát is büntetni kellett pont levonásokkal, mert annyi létszámhiányos kiállása volt az U19-nek, vagy egész egyszerűen nem is tudtak kiállni idegenbe, és ez látjuk, hogy ez mindannak köszönhető, amit az előbb is említettem, hogy a település előregedőben van, a fiatalok, akik az ifjúsági szinten szóba jöhetnek játékba, ugye a napi szinten nem a településen élnek, hiszen valamelyik nagyobb városban tanulnak vagy dolgoznak, sokan vissza se jönnek már hétvégén, és bizony nagyon nehéz kiállítani egy ifi csapatot. Ami viszont örömteli, hogy az U14 és az U16-os bajnokságban ennek még nincsen látszatja, ugyanis egyrészt 8, illetve 7 csapattal több nevezett, mint a tavalyi szezonban, mind az U14-ben, mint az U16-ban, ezért mind a két korosztályban területi alapon 3-3 csoportot hoztunk létre, és így versenyeztettük őket. Másrészt pedig ez a korosztály még az, aki ott van a településen, vagy a településes közel lévő nagyobb városban jár iskolába, és bizony itt szerencsére a kiállásokkal nincsen probléma, úgyhogy az U14-U16-os korosztályban úgy néz ki, hogy egyre több csapatunk van a megyében. Beszéljünk egy picit az infrastruktúrális beruházásokról. Elindított az MLS korábban egy pályaépítési programot. Az elmúlt szezonban volt ennek a megyében hozadéka? Igen, volt az elmúlt szezonban is, több mint 2 tucat pálya, műfős pálya épült már meg, mióta 2011 őszétől elindult ez az országos pályaépítési program. A legutóbb, ami megépült a megyében, Csengerben, Vásárosnaményban volt, illetve most épül Leveleken egy 20-40-es pálya, de szintén vannak még elbírálás alatt lévő pályák, és szerencsére nagy pálya is épült, nem olyan régi, Nyíregyházán. Ugye Nyíregyháza egyik részén a Filó Sportegyesület is épített egy nagy műfős pályát, ami az nagy segítség a csapatoknak, a kisvárdai létesítmény is szépen épül, úgyhogy azt hiszem, hogy ezekkel az országos pályaépítési programokkal elég jól tudott sáfárkodni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, emellett is voltak még pályázatok. Idén, illetve hát ebben a szezonban, de tavaly ősszel volt a pályaépítési program, amelyben 21 egyesületünk több mint 160 millió
forintban nyert pályázatot, és ennek köszönhetően 21 helyen szépülnek meg a telephelyek, illetve egészen pontosan a sportkomplexumok, mind az öltözők, mind a korlátok, mind a játékos kijáró, mind a kispadok, lelátók épülhetnek, tehát ez mindenféleképpen örömteli hír, hogy 21 településen ez csinosodáshoz vezethet, illetve hát a infrastruktúrális fejlesztéshez még hozzá tartozik, hogy a tavalyi esztendőben is azért a TAO pályázatban nagyon sok pénz jutott a megyére, és idén is nagyon sokan pályáztak, és úgy néz ki, az idei megyei keretünk is meg fogja haladni az 1 milliárd forintot, amit jóvá lehet hagyni, és ebből az összegből is azért rengeteg pálya épülhet és szépülhet. Van egy másik szövetségi kezdeményezés, megyebeli csapatok juthattak hozzá nagyon kedvező áron életmentő készülékekhez, defibrillátorokhoz. Milyen volt a fogadtatás? Nagyon pozitív volt a fogadtatása. Az országban talán, ha jól emlékszem, a harmadik vagy a negyedikek voltunk abban a tekintetben, amennyi érvényes pályázat érkezett be, tehát hozzánk jöttek be szinte a legtöbb pályázat, 36 egyesület, illetve nem csak egyesület, hanem önkormányzat is pályázhatott, és ez nagyon fontos kiemelni, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy írta ki ezt a pályázatot, hogy nem csak sportegyesület, hanem önkormányzatoknak, hiszen nem csak az egyesületekre gondoltak, és azért 36 olyan településre jutott most defibrillátor készülék, ahol tényleg, ha bármi probléma történik, ne adj Isten, ne történjen természetesen, de hétköznap is lehet ezt használni, hiszen a szerződésben annyi szerepel, hogy amikor hétvégén bajnoki mérkőzés van, vagy edzések vannak, akkor kell a sportterep területén ennek a készüléknek lenni, de egyébként hétköznap, vagy bármilyen más település, vagy városnapon, rendezvényen ott lehet, tehát az önkormányzatok is tudják használni. Csapatok számára most jön egy kis pihenő, viszont itt a igazgatóságon nektek most kezdődik a nyári főszezon. Melyek azok a legfontosabb határidők, amelyeket ilyenkor figyelembe kell venni a egyesületeknek? Hát a legfontosabb az a nevezési határidő mindenképpen. Ez 2018. július 2-a hétfő dél lesz, amíg a nevezéseket be lehet adni, és ami különösen fontos, hogy most először elektronikusan az integrált futball alkalmazáson keresztül, röviden az IFA rendszeren keresztül kell beadni a nevezéseket. Azon a rendszeren keresztül, ami már másfél éve bevezetésre került, és amelyen keresztül már versenyengedélyeket kértek, illetve az igazolásokat, átigazolásokat, mérkőzésmódosításokat, jegyzőkönyvfelvételeket is ott végzik a csapatok, csapatvezetők, most azon keresztül kell majd nevezni. Ennek a menete még pontosan lépésről lépésre nem ismert, ahogy ismert lesz, természetesen tájékoztatjuk a csapatokat, de már előre kiküldtünk egy tájékoztatást, hogy ne ijedjenek meg. Most már nem dokumentum és papírformába kell az igazgatóságra behozni a nevezési dokumentációkat, hanem ezt erre a rendszerre kell feltölteni. Bízunk benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ilyen 120-125 körül környékén lesz majd a felnőtt csapataink száma. Az utánpótlásban pedig továbbra is bizakodunk abban, hogy az U14 és az U16-os korosztály az tovább fog növekedni, viszont szeretnénk felhívni az egyesületek figyelmét, hogy csak azokat a korosztályokat vállalják be, amit be tudnak vállalni, jól gondolják át, mert az jó lenne, hogyha most kivételesen ahány csapat elkezd annyi is fejezni be a következő szezont. Átigazolási időszak? Az átigazolási időszak július 1-én nyílik, augusztus 31-ig tart, illetve szeptember hónapban is lehet átigazolni azoknak, és azoknak a gyerekeknek, akik iskolát váltanak, és ez ugye lakcímváltozással is jár, de az alapesetben július 1 és július 31 között van az átigazolási időszaknak az első olyan hónapja, amikor úgynevezett szabad átigazolás van. Augusztus 1-től augusztus 31-ig már csak úgy lehet átigazolni, hogyha az átadó egyesület is aláírja, beleegyezik, tehát csak az egyesület engedélyével tudnak klubot váltani a játékosok. Hétfőn elutazott az U18-as válogatott edzőtáborába Sitku Márton. A felnőttek és a juniorok között is jó szezon záró kosaras bízik abban, hogy ott lesz a szkopjei Európa-bajnokságra utazó keretben. Úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk az eredményekkel, főleg a junior bajnokságban, mivel egy viszonylag szűk rotációjú csapattal harmadik helyezést tudtunk elérni, ami úgy gondolom, hogy nem feltétlenül egy vált eredmény volt, és teljesen elégedett vagyok ezzel. Az NB1B-s szereplésünkbe, hát nem ez volt a célkitűzésünk, de úgy gondolom, hogy azután a vereségünk után is tovább tudtunk küzdeni, és megszereztük az 5. helyet. Utazol a junior válogatott edzőtáborába, ezúttal egyetlen nyíregyháziként. Milyen társak közé mész, hogy néz ki a nyári program? Szeretek nagyon oda menni, mivel mindenkivel úgymond jobb vagyok. A csapategység elég jó ott, és igazából egy elég kemény felkészülés lesz, kevés pihenő van benne. Lesz sok edzőmeccsünk, Kecskeméten és Székesfehérváron. Várom nagyon a felkészülést. Rád milyen szerep hárul a válogatottban? Még csak pár edzőmeccsünk volt, szóval annyira nem tudom még megállapítani, de voltam már kezdőcsapatban is, és úgy gondolom, hogy nagy szerep is hárulhat rám. Szkopjéban lesz az Európa-bajnokság, lehet-e már tudni, hogy milyen célra utazik a csapat?
Ezt szerintem előre még nem nagyon lehet tudni, mivel minden válogatottnak változik a kerete. Az U16-hoz képest a mi válogatottunk is megváltozott, több fiatal játékosunk is van, és nyilván ez a többi országra is jellemző lehet, de bizakodóan várjuk, és a lehető legjobb eredményt szeretnénk elérni. Július végén, augusztus elején Szkopjében rendezik a B-divíziós U18-as Európa-bajnokságot, és te leszel a magyar csapatvezetője. Mi egy csapatvezető feladata? Bele kell tanulnom abba, hogy mi egy csapatvezető pontos feladata, de úgy gondolom, hogy az első évben, a tavalyi évben, amikor Tallinnban képviseltem a csapatot, talán megfelelőképpen helyt tudtam állni. A lényeg, hogy képviselni kell a csapatot, diplomáciai feladata van, a többi csapat vezetőivel kell bizonyos dolgokat egyeztetni, illetve a technikai értekezleten a csapatvezető szokott ott lenni, és a csapatvezető képviseli a csapatot, de természetesen szeretnék egy picit többet is adni, hiszen azért kosárlabda múltam is van, úgyhogy ha srácok fordulnak hozzám bármilyen tanácsért, akkor szeretnék ebben is segíteni, ezt majd meglátjuk, hogy tudok-e vagy sem. Egyetlen nyíregyházi játékosként, ugye a fiad Marci is ott van a válogatott keretben, reméljük, hogy lesz az EB-n is. Milyen formában engeded el, mennyit fejlődött az elmúlt szezonban? Ha azt mondom, hogy fejlődött, akkor elfogultsággal vádolnának, úgyis én úgy gondolom, hogy mindenképpen fejlődött, és ez a folyamat remélem folytatódni is fog. A legfontosabb, hogy fizikálisan szépen fejlődjön. Ő nem korán érő típus, és ebből adódóan nem fejlődik a teste a túlságosan fiatal korban, de ez pozitívum is lehet, hiszen remélem sokkal tovább fog így kosárlabdázni, valahol majd az élet visszaadja ezt neki. Egyetlen nyíregyháziként hívták meg, de örültem volna neki, hogyha Mokánszky Máté is ott van a válogatottban, a válogatott felkészülés során többször is ott volt az edzőtáborban. Végül az edzők így döntöttek, természetesen az edzők döntését kell tiszteletben tartani. 18 éves játékosokról van szó, neked veszői paripád az, hogy ez a korosztály már kapjon lehetőséget a felnőttek között is, mint ahogy tőlünk délre láthatjuk. Igen, ez így van, és nagyon örülnék annak, hogyha 18 éves korosztályban minél többen kapnának szerepet. Ehhez azért több kell, mint az, hogy a kosárlabdapályán hogyan erősödnek, hiszen a magyar emberekben lévő felfogásnak is egy picit változnia kellene. Mi a 18 éves játékosokra, vagy 18 éves emberekre úgy tekintünk, mintha gyerekek lennének. Valóban nagyon sok segítség szükséges még az ő életben maradásukhoz, viszont valamilyen szinten mégiscsak kell, hogy a felnőtt sport felé közelítsenek. Látjuk ezt a világ élmezőnyében, világ sportjának az élmezőnyében, hogy a 18-19 éves gyerekek, felnőtté váló gyerekek milyen szerepet tudnak kapni, és sorolhatnám azokat a világsztárokat, akik fiatalon már befutottak elég. Ha Luka Doncsicsra gondolunk, ha a kosárlabdában vagyunk, de más sportákból is hozhatunk példákat, Boris Becker 17 évesen Wimbledont nyert, stb. Tehát úgy gondolom, hogy egy picit változnunk kell, és jó lenne, hogyha játékosaink minél korábban pályára kerülhetnének. Talán ez kulcsa lehetne annak, hogy később az A-csoportos küzdelmekben is minél több magyar játékost láthatnánk, hiszen ez nagyon fontos lenne annak érdekében, hogy a válogatottunk fejlődjön, és válogatott szinten is ott tudjunk lenni a legjobbak között. Azt hiszem, hogy mindenki nagy örömére volt ott a magyar válogatott az elmúlt Európa-bajnokságon a legjobbak között, és jutott tovább a csoportjából. Szeretnék még sok ilyen sikert megélni, talán még jobbat is, úgyhogy jó lenne, hogyha egy picit elindulnánk annak az útján, hogy a magyar játékosok minél többet tudjanak játszani a magyar kupcsapatokban is. A következő szezont már az NB3-ban kezdi a Sínyi futballcsapat. Sándor Tamás együttese magabiztosan nyerte a megyei első osztályi bajnokságot, és mellé megszerezte az amatőr kupát is. Szerintem egy nagyon szép szezon zártunk, mert a célkitűzésnek megfelelően már talán a hetedik, az utolsó hétforduló előtt már meg tudtuk nyerni a bajnokságot. Ezt még meg tudtuk fejelni egy amatőr kupa győzelemmel, ami úgy gondolom, hogy a Sínyi labdarúgásába ez először tudtuk elérni, de hát természetesen azért készültünk az osztályozóra, nem engedhettünk ki a bajnokság végén sem. Azt mondták sokan a bajnokság előtt, hogy ez a Sínyi NB-szintű csapat, NB-szintű edzésmunkát végeztetek, NB-szintű játékosaid vannak, tehát kész az NB3-as együttes? Még korán sincs kész, tehát még egyeztetni kell a jövőről, valószínű, hogy lesznek távozó játékosok, lesznek új játékosok majd a keretbe. Természetesen úgy próbáltuk meg ezt a megyei bajnokságot megnyerni, hogy valamilyen szinten már készülünk az NB3-ra, de nem szabad elrugaszkodni a földtől, hiába
a kupába ki tudtunk venni egy Kazincbarcikát, egy RKSK-t, vagy akár egy nagyon jó erőkből álló Nagy Kanizsa ellen meg tudtuk nyerni az amatőr kupát, de ezek nem sorozatban jöttek ezek a mérkőzések. Ezeken nagyon jól felszívták magukat a srácok, és nagyszerűen teljesítettek, de hát ez, én úgy gondolom, hogy az útnak az eleje ahhoz, hogy MB3-ba nagyon jól tudjunk teljesíteni, ahhoz még sokat kell fejlődnünk. Tudsz-e, akarsz-e kiemelni játékosokat, akik a legtöbbet tették hozzá ez a bajnoki színhez? Igazából az egész csapatról szó van, mert olyan nagy keretünk nem volt az egész évben, hogy valaki nagyon nagy extrát tudjon csinálni. Én úgy gondolom, hogy mindenki hozzátette a saját maga kvalitását, és nagyon jó mérkőzéseket is játszottunk. Valamikor egy-két meghatározó játékos tudta hozni a mérkőzéseket, valamikor az egész csapat. Volt olyan is, amikor kicsit gyengébben játszottunk, és nem sziporkázott úgy a csapat, de akkor is tudtunk mérkőzéseket nyerni. Meg volt olyan sajnos itt a vége fele, hogy jól játszott a csapat, nagyon sok helyzetet kialakított, de mégsem tudtuk megnyerni a mérkőzést. Mikor kezdődik a felkészülés, és mikor alakulhat ki a végleges keret? Úgy gondolom, hogy ez még tényleg egyeztetés alatt áll minden szempontból. Azt tudjuk, hogy 4-én kezdődik a bajnokság, augusztus 4-én, tehát valószínű, hogy július 2-án kezdődik a felkészülés, de már a srácoknak lesz előtte másfél héttel egy ilyen saját egyéni program, amit meg kell majd csinálniuk, és hát onnantól kezdve pedig próbálunk a lehető legjobban felkészülni az MB3-ra. Egy évvel ezelőtt azzal a célra érkeztés ennyire, hogy hozzá segít a csapat az a feljutáshoz és a bajnoki címhez. Összült mind a kettő, hogyan tekintesz vissza az elmúlt 10 hónapra? Igen, úgy érkeztem ide Sényőre, hogy bajnokságot kell nyerni. Ezt megfejeltük azzal, hogy az amatőrkupát is megnyertük. Ez egy nagyon szép szezon volt szerintem. A végét talán egy kicsit elszúrtuk, mivel az a két döntetlen, vagy egy vereség és egy döntetlen az nem kellett volna. De nagyon örülünk annak, hogy sikerült teljesíteni a célt, amivel nyáron úgymond a vezetőkkel megállapodtunk, hogy el kell érni. És így már készültünk az MB3-ra. Nagyon hamar eldőlt, hogy ezt a bajnokságot csak a Sényő nyerheti. Mennyire volt nehéz tűzben tartani magatokat? Annyira nem volt nehéz, hiszen mester nem engedett minket leülni egy pillanatra sem. Eldőlt 5 fordulóval azt hiszem a vége előtt, hogy már bajnokok vagyunk, aztán kicsit ott a másik héten már kicsit lazább volt az egész, de utána mester megszorította a gyeplőt kellőképpen. A saját teljesítményeddel mennyire vagy elégedett? Nyáron egy másik szint, úgymond MB2-ből érkeztem megye 1-be. Kicsit bele kellett szokni ebbe a légkörbe, de úgy érzem, hogy pár forduló alatt sikerült, aztán úgy érzem, hogy a csapatnak húzó embere tudtam lenni. Azt mondták a bajnokság előtt sokan, hogy ez a Sényő már az MB3-ban van összerakva. Úgy érezted, és a pályán számítetted magasabb osztályban is futballoztál, nem is keveset? Igen, nagyon jó a játékosok alkotják a keretet, igazi nyerő típusúak vagyunk, úgymond. Aztán ahogy teltek múltak a meccsek, egyre jobban összeért a csapat, de szerintem MB3 az más szint, más kávéház, és oda azért szerintem még erősítések el kellenek. Mennyi segített a közönség, ugye a kupa meccseken elkísértek benneteket. Nagyon sokan az utolsó hazai meccseket már nem itt játszottátok, mert a pályát felújítják, de viszont az MB3-nál is mit itt lesznek mögöttetek? Elkísértek minket, igen, magyar amatőrkupán és a Hidegkúti stadionban nagyon sokan elkísértek minket, mindig mellettünk álltak, sőt, még most a végén is, mikor becsúszott ez a párba ki, akkor sem kezdték ki a csapatot, hiszen tudták, hogy ha játszani kell osztályozót, akkor nincsen értelme, de szerintem akkor is, hogyha osztályozót kellett volna játszani, akkor is maximálisan búzítottak volna minket. A saját jövőddel kapcsolatban mit tudsz mondani? Ugye én egy évre érkeztem ide Sényőre, aztán meglátjuk még a vezetőkkel, úgyis le kell ülni beszélni, átbeszélni a dolgokat, hogy mi a koncepció, ők hogy látják a dolgokat, számítanak rám, vagy nem, ezt majd meglátjuk. A következő szezonban is a Nyíregyháza csapatában szerepel majd Bús Iván. Az irányító bízik abban, hogy tovább tud fejlődni, és a kékcápák is előrébb végeznek majd a legutóbbi bajnokságban elért helyezéshez képest. Fele más szezonon vagyunk túl, voltak benne nagyon jó periódusok, de voltak benne olyanok, amiket szívesen elfelejtenék. Nyilván sajnos a vége sikerült ilyenre, többek közt, amit szívesen elfelejtenék, mert a Vasas elleni kudarc azért még
bennünk van. Nem mindennapi dolog, azért 14 pontos vezetésre 5 perc alatt leadni egy előnyt, tehát ez még benne is lesz szerintem sokáig így a fejekben, de ettől muszáj eltekinteni és következő szezonra készülni, és már nagyon várom, bizakodóan várom a következőt. Van bennetek egy kis fájdalom miatt, hogy az a TF lett a bajnok, és úgy tűnik, hogy indul az átcsoport, amelyiket oda-vissza megvertetek? Nem nagyon gondolkoztam ilyeneken. Persze eljátszottam, mindenki elgondolkozott azon, hogy ha Veszprémet kaptuk volna, nekem már ez egy kicsit olyan kifacsartabb, fásultabb brigádnak tűnt a szezon vége fele. Ráadásul őket is háromszor győztük le az idén során, úgyhogy persze voltak ilyen gondolatok, hogy ha tovább jutunk, és akkor döntőt játszunk, és akkor az a TF, akit már kétszer megvertünk, de ugyanakkor meg teljesen más mérkőzés lehetett volna a döntőbeli 2 vagy 3, mint ami a szezon közben volt, úgyhogy ilyen nem nagyon lehet alapozni. Az előző szezon volt az új levonítási rend szerint lejátszott szezon, amikor nem kelet-nyugat volt, hanem egy erősebb és egy gyengébb B csoport. Mennyire vált be szerinted? Abszolút jó ötletnek tartom. Szerintem egy nagyon erős, kompetitív bajnokság lett. Ha már csak azt is megnézzük, vagy már a következő szezonra tekintünk, hogy nem egy helyen olyan nem meghatározott azért rotációban szereplő A csoportos játékosok fognak most B csoportos csapatokhoz igazolni. Azért azt igazolja, hogy ez tényleg mind színvonalban, mind játékerőben ez egy erős bajnokság. Remélem így lesz jövőre is, de egyébként minden jel erre utal, és szeretném minden erről végezni. Te, hogy érzed, milyen szezonod volt? Sikerült-e fejlődni valamiben? Nehéz összehasonlítani a tavalyit meg az ideit. Maradéktalanul nem vagyok elégedett magammal, de nem is mondanám, hogy rossz szezonom volt, mindig van miben fejlődni. Nekem pláne irányító poszton, ahol azt mondják, hogy az idővel érik a legjobban. Tehát nyilván rutinszerzés az még mindig szükséges, bizonyos kulcshelyzetekben milyen szituációt választunk ki, és úgy a csapatnak úgy ámlok a szervezése. Mennyi lesz a nyári szünetben a kosármentes időszak? Lassan már véget kellene egy érni a kosármentes időszak. Ugye nekem még az idegenbeli nagykörös állni meccsen volt egy sérülésem, amiatt én nem is edzettem és nem is mozogtam a hátralévő 2 hétben, mert elég makacs volt ez a húzódás. Érzem már magamon, hogy ezért jól esne egy kis mozgás, már így focizgatni bejárunk, de lassan a kosárban is elő kell kerülni. Én azt mondom, hogy még 1 vagy maximum 2 hét utána már úgyse bírom ki. Az elmúlt szezonban az U16-os csapat mellett edzőként is besegítettél, vannak-e ilyen irányú ambícióid? Érdekel az edzősködés, meg is van a papírom, tehát sikerült elvégezni az edzőit. Nem mondom azt, hogy edző szeretnék lenni, hogyha befejezem játékos pályafutásom, de abszolút érdekel a téma, és jól érzem magam, és örülök, hogyha fiatalon tudok segíteni, úgyhogy meglátjuk még. A nyíregyházi Krúri Gyula gimnázium csapata nyerte az 5.-6. kócsoportos B33-as diákolimpia országos döntőjét. Kovács Tibor együttese így részt vett a belgrádi ifjúsági világjátékokon. Sorrendben harmadszor veszünk részt országos döntőn ebben a rendezvénysorozatban. Ismerve a csapat erejét, kiszámíthatóságát, megbízhatóságát és az előcsatározásokon mutatott teljesítményt, ahol a megyei döntő, az országos elődöntő is nagyon komoly megmérettetés volt. Hát természetesen bizakodással utaztunk el. Én titkon reméltem, hogy az első 4-be ezen belül a dobogóra fel fogunk kerülni. Hát felülmúlták a fiúk az elképzelést, és nagyon nagy örömünkre országos bajnokok lettek. Milyen volt a lebonyolítási rend, hogyan jutottatok el az aranyéremig, és milyen erősségű volt a mezőny? Hogy említettem, már a megyei csatározásokon is nagyon sok csapat vett részt, és itt a megyében azért több iskola komoly játékerőt képvisel, ahol sok olyan játékos van, akik itt az NB1-es, NB2-es csapatokban szerepelnek. Már itt is nehéz volt, az országos elődöntőben egy szolnoki NB1-ás utánpótlás játékosokkal teletűzdelt csapatot, a Debrecennek az utánpótlását megelőzve, többek között úgy jutottunk az országos 12-es fináléba, és ami nagyon nagy örömünk, hogy a úgymond második csapatunk, a B csapatunk is jogot szerzett erre, és a másik oldalról pedig Csoberik a kolléganő vezetésé, pedig a lányok is szintén kiharcolták ezt az országos döntőt.
A 12 csapatot 4-3-as csoportba osztották, mi a Győr-Sopron megye győztesével, a Győrrel kerültünk egy csoportba, illetve a Székesfehérvárnak a csapatával. Itt mind a két csapatot sikerrel vettük, mondhatom aránylag simán, 21 pontig mennek a mérkőzések, és mind a két mérkőzés 21-14-re, illetve 21-15-re nyertük, és onnan már kupa rendszerben folytatódott a mérkőzés sorozat. Itt a csapatok nagy részét NB1A-ban, NB1B-ben edződők fiatalok alkotják, tehát az utánpótlás krémje ott volt, és már minden győzelem, vagy minden szoros mérkőzés nagy eredménynek számít. Ha csak azt mondom, hogy a második csapatunk a Körmenttől és a Török Bálinttól minimális vereséget szenvedett, ezért is tisztes helytállásnak minősítem ezt, hogy ilyen nagyon jól szerepeltek, vagy akár a Vasvári, akik tavaly dobogó közelben voltak, a szoros mérkőzésken is, ha egy ponttal is, de sajnos most alul maradtak, nagyon kiegyenlített volt a mezőny. A következő fordulóban az MTK-nak az utánpótlásával játszottunk a Török Bálinttal. Mondhatom, hogy ilyen szinten aránylag könnyebb mérkőzés volt, 5-6 pont volt a különbség. A négy között pedig a Pécsi Akadémiának a csapatával, akik ismerősek a kosárlabdában, tudják, hogy azért Pécset nagyon komoly utánpótlás munka folyik, és egy nagyon-nagyon szoros végjátékban, de sikerült felülmúlnunk az ellenfelet, és a kecskeméti döntő, a Kecskemét ellen pedig én azt gondolom mindenki számára emlékezetes marad. Említsük meg név szerint a négy fűt, akik eljutottak az aranyig. Ez öt fő alapvetően, mert az előcsatározásokban öten vettek részt, és sajnálatos sérülés, illetve baleset miatt kellett a végjátékban cserélnünk. Farkas Dániel, aki az egész mezőnynek talán a legmegbízhatóbb és legkiegyensúlyozottabb tagja volt, Pollák Balázs, aki szintén nagyon nagyot teljesített, Keul Tamás, aki végig a csapattal volt az előcsatározások, illetve a végjátékban. A végjátékban neki betegség jött közbe, illetve hát a két játékos, aki elkezdte, Balogh Bendegúz a megyei, illetve az országos elődöntős teljesítményével, segített a csapatot, hogy országos döntőbe jusson, de az országos döntő előtt sajnálatos sérülés szenvedett, és az ő helyére került be Nagy Dániel, aki kimagaslóan játszott az országos döntőn is. Úgyhogy mindannyiuk számára ez nagy siker, és mindannyiuk részére szeretném megköszönni, hogy ilyen teljesítménnyel sikerült az iskola hírnevét öregíteni. Az aranyéremnek van még egy hozadéka, ugye 2015-ben a Krúli ott volt a párizsi ifjúsági világjátékon, most pedig Belgrádba utaztatok a B33-as csapattal. Nagyon nagy siker, eleve az országos döntő, és az, hogy alanyi jogon kiharcolta a csapat, hogy az ISF által rendezett nemzetközi középiskolás világbajnokságon, ahol 32 ország, Japántól Kínán, Chiléig keresztül, nagyon sok európai országgal együtt, egy nagyon nagy élmény lesz. Franciaországban ezt már megtapasztaltuk, mind kulturális, mind ismerkedési, mind az ellenfelek játékerejét, játékkultúráját megismerve, én azt gondolom ez legalább olyan lesz. Nagyon nagy rendezvény lesz női-férfi vonalon, a női vonalon a Kecskemét, fiú vonalon pedig a Krúri Gimnázium képviseli Magyarországot, szűkebben megyénket, illetve városunkat. Én azt gondolom nagyon nagy dicsőség ez, próbálunk tisztességesen helytállni, kulturáltan sportemberekhez méltóan, és győzzön a jobb teljesítmény nyújtó csapat. Én azt gondolom ezzel már feltettük a koronát arra, hogy egy ilyen mérkőzés sorozaton részt vehetnek a fiúk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!